Újabb tárgyalás a KMKS irodáját felrobbantók ügyében. Az ülés pikantériája, hogy Nagyia Szavcsenkó, egykori repülős hadifogoly, majd parlamenti képviselő kelt védelmére a vádlottaknak. A beregszászi kistérségben 44 osztályban nem kezdődhetne el az oktatás szeptembertől. Mi lehet a megoldás? Részletek az adásban. Végül elharapódzó járványhelyzet, napi 40 ezer új fertőzöttet prognosztizál az Ukrán Tudományos Akadémia. Kétségbe esett védekezés és megelőzés Kárpátalján. Mindent, amit a koronavírus helyzetről tudni kell, most a hétről hétrében. A KMKS ungvári székháza ellen elkövetett pokolgépes merénylet ügyének vizsgálatát még soha nem övezte ilyen érdeklődés, mint amilyet a legutóbbi tárgyaláson tapasztaltunk, még a tanúk kihallgatásakor sem. Az ungvári körzeti bíróság tárgyalótermében parlamenti képviselők, katonák és a vádlottak egykori bajtársai is megjelentek. A vádlottak padján ülő Volodimir Kondratenko rögtön az ülés elején a bírói testület egyik bírájának visszahívását kérte. Ennek okául az szolgált, hogy a közelmúltban a vádlottat a börtönben felkeresték az ukrán biztonsági szolgálat munkatársai, amire az engedélyt a főbíró adta ki. Két SBU-s tiszt provokált és nyomást gyakorolt rám, hogy egyezzek bele abba, hogy engem a Donyecki és a Luhanszki megyék idiglenesen megszállt területein fogva tartott ukrán katonákra cseréljenek. A beszélgetés csak azt követően ért véget, miután nyomatékosan kértem a találkozó befejezését. Ez a helyzet arra enged következtetnem, hogy Fazekas bíró nem elfogulatlan és pártatlan ebben az ügyben, és ezért indokolt a visszahívása. Oksana Buhtajárová, a vádlott ügyvédje, teljes mértékben támogatta ügyfele véleményét, mégpedig azt, hogy az ukrán biztonsági szolgálat munkatársainak a 9-es számú büntetés végrehajtó intézetben tett látogatása törvénytelen volt, és hogy a vádlottaknak semmi közük az ország keleti részén megszállt területekhez. Az ügyész viszont nem értett egyet a felhozott érvekkel, a bíró visszahívását pedig alaptalannak nevezte. Nincs semmiféle bizonyíték arra vonatkozólag, hogy az SBU munkatársainak adott látogatási engedély, amit pedig az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai kirendeltsége hivatalos úton igényelt, bármilyen formában a főbíró elfogultságát igazolná, ezért ellenezzük ezt az indítványt. Félórás tanácskozást követően a bírói testület egy határozattal tért vissza a tárgyalóterembe. A bíróság elutasítja a Fazekas bíró visszahívására vonatkozó indítványt. Fellebbezésének helye nincs. Ezt követően hozzáláttak az ügy vizsgálatához. A vádlófél továbbra is a vádlottak fogvatartásának meghosszabbítását kérte a bíróságtól, aminek indokoltságát az elkövetett bűncselekmény súlyosságával, valamint a vádlottak speciális katonai kiképzésével és az ügy vizsgálatának befejezetlenségével magyarázta. Az ügyben ugyanis még az írásos bizonyítékok vizsgálatának sem értek a végére, nem beszélve a tárgyakról, amihez még hozzá sem kezdtek. Az ügyész azt is hangsúlyozta, hogy a vádlottak elrejtőzhetnek az igazságszolgáltatás elől, befolyásolhatják a tanúkat, vagy akár be is fejezhetik a tervezett bűncselekményt. Fontos kiemelni, hogy az adott bűncselekményt robbanó szerkezet elhelyezésével és üzembe helyezésével követték el, amely nagyméretű és nagy hatósugarú volt. Olekszandr Biloborodko ügyvédje azt kérvényezte a bíróságtól, hogy kezesség fejében engedje szabadlábra az ügyfelét. A kérvényt az egykori parlamenti képviselő Nagyia Szavcsenko és a jelenleg is parlamenti képviselő Andriy Sharaskin is aláírta. Úgy vélem, hogy az ukrán törvények értelmében nincs szükség Olekszandert és Volodimirt fogva tartani. Én személyesen garantálom, hogy szükség esetén biztosítom a tárgyaláson való részvételét. A szavaimért felelősséget vállalok. Olyan személyként fordulok a bírósághoz, akiben megbízhatnak. Ezzel együtt megkaptam a szükséges magyarázatot, és én magam is aláírtam a kezességi kötelezettségvállalást. Változtassák meg az óvintézkedés módját az én személyes kezességem, illetve mások kezességével. Itt én csak a saját nevemben beszélhetek. Én pedig kijelentem, hogy első kérésre megteszek minden tőlem telhetőt, hogy a vádlottat a tárgyalásokra eljuttassam.
A Biloborodykóért kezességet vállalók között más személyek is voltak, mint például a vádlott egykori hét bajtársa, akikkel közösen szolgált az ország keleti részén. Biloborodyko mellett Kondratenko ügyvédje is az előzetes óvintézkedés módjának megváltoztatását kérte a bíróságtól, annak megromlott egészségi állapotára hivatkozva. Az ügyvéd szerint Volodymyr Kondratenko orvosi ellátásra szorul, amit a büntetés végrehajtási intézet nem tud biztosítani. Operatív beavatkozásra van szükség, amiről mondanom sem kell, hogy a kárpátaljai büntetés végrehajtó intézetben nincs lehetőség. Ezért az egyetlen kiút és az egyetlen igazságos óvintézkedés az lenne, ha a fogvatartást személyes kötelezettségvállalásra változtatnánk. A parlamenti képviselők és bajtársaik személyében felsorakoztatott nehéz tüzérség nem hozta meg a várt eredményt. A bírói testület hajthatatlan volt. A bíróság visszautasítja a Biloborodyko ügyvédje Van Dzsurak által benyújtott és a Kondratenko ügyvédje Buhtyorava által benyújtott óvintézkedés megváltoztatására vonatkozó kérelmeket. Ugyanakkor a bíróság további 60 nappal meghosszabbítja Olekszandr Biloborodyko és Volodymyr Kondratenko fogvatartását. A főbíró ezzel együtt kötelezte a börtön vezetőségét, hogy biztosítsanak megfelelő egészségügyi ellátást a vádlott számára. A következő tárgyalást március végén fogják megtartani. Szeptembertől 44 osztályban nem indul meg az oktatás a beregszászi kistérségben. A közigazgatási reform értelmében minden egyes kistérségnek saját maga kell a költségvetésének jelentős részét kigazdálkodnia. Bár az állam biztosít bizonyos forrásokat, amelyek főként az oktatási hálózat fenntartására vonatkoznak, viszont ezek nem elegendőek, így szinte valamennyi kistérségben összevonásokkal és osztályok megszüntetésével kell számolni. Megbeszéltük ezt a polgármester úrnal, és azt a feladatot adta, hogy úgy kell optimizálni, csökkenteni az osztályoknak a létszámát, hogy minden kis településen megmaradjanak az elemi iskolák. Iskolát nem fogunk bezárni. A kistérségünkben működő iskolák továbbra is fognak dolgozni, viszont lesz olyan iskolánk, ami eddig középiskola volt, és most már ez a csomai középiskoláról beszélek konkrétan, amelyik eddig középiskola volt, szeptember 1-től elemi iskola. Ként fog működni. Sárosoroszban az elmúlt évben újították fel az iskola épületét a keleti partnerség programnak köszönhetően. Diákjaik jó eredményeket érnek el a tantárgyi vetélkedőkön. Sokan folytatják tanulmányaikat felsőoktatási intézményekben, ezért őket is hideg zuhanyként érte a felső tagozatuk esetleges bezárásának híre. Nagyon váratlanul ért, mivel hogy ez azt jelenti, hogy a sok éves munkánk, hát ez mindig kudarcba ment, tehát nem csak minket, hát a szülők is meglepődtek, mivel hogy tekintettel arra egy kicsikét oldalra esünk, vasúti közlekedés nincsen, autóbuszjárat nagyon rendszerterül jár az busz, és elég problémás lenne a gyerekeknek bemenni városra, tanulni kis ötödikesektől. Jó, hogy jár az iskolás busz, de az sem mindig megbiztosítható. Tehát itthol van a gyerek, itthol van az iskolában, itthol van a napközében, teljesen, tehát máshoz zár, a szülőknek is más a hozzáállása, nyugodtabbak, hogy szem előtt vannak, mert kicsi a község, mindenki mindenkit ismer. Itt, hogyha egy gyerek hiányzik, nekünk nem kell üzengetni, már rögtön a szülő feljön csenget nekünk, hogy mi a probléma. Tehát ezzel váratlanul ért a szülőket is, de viszont a tanárokat is. 18 tagú a kollektívánk, vannak olyan tanárok benne, akiknek 1-2, maximum 3 év maradt a nyugdíjig, vannak fiatalok is természetesen, és hát egy kicsit zokon esett nekik, hogy több mint 30 évet ledolgoztak egy intézményben, és most 1-2-3 év, és keresni kell, új munka után kell nézni. Hasonló a helyzet Mezőgecsén is, ahol Jakab Béla iskolaigazgató egyes hátrányos helyzetű diákok eltűnésétől tart. Tapasztalat szerint, mivel már úgy 40 éves pedagógiai tapasztalattal a hátam mögött, úgy érzem, hogy hát a szociális hátrányú gyerekek azok, családoknál a gyerekek azok bajba lesznek, mert vannak olyanok, hogy kicsikre kell vigyázni, otthon kell maradni, anyukának segíteni, és ilyenkor ugye, ha behord, az autóbusszal fognak beutazni, én attól félek, hogy hát sok gyerek nem fog iskolát látogatni nagyon sokszor.
Az általános és középiskolák átminősítése mellett veszélybe kerültek a beregszászi bentlakásos intézmények is. És miközben a Bethlen Gábor Magyar Gimnázium fenntartását alapítványi úton igyekeznek megoldani, addig az Esze Tamás Líceumot átszervezik. Az állami politika jelen pillanatban olyan, hogy az ilyen bentlakásos iskolákat nem támogatja. Mondván, hogy minden gyereknek a nevelését a szülőre kell bízni, és a családba kell nevelkedni a gyereknek, nem egy bentlakásos intézményben. És ezért a Esze Tamás Liceumban is meg fog szűnni a bentlakásos rész. Átalakul egy magyar tannyelvű iskola általános iskolává. Bár több tanintézményt átszerveznek vagy összevonnak, egyik oktatási intézményre sem kerül lakat. És bár csak az elemi osztályok számára, de továbbra is biztosítják a helyben tanulást. Kárpátalja március 8-ától vörös besorolásba került. Ezt megelőzően néhány napon át az újabb megbetegedések száma meghaladta az 500-at is a megyénkben. A koronavírusos páciensek kezelését végző kórházak orvosai ismételten hangsúlyozzák, létfontosságú a karanténra vonatkozó intézkedések szigorú betartása. Eddig már 1000 halottunk van. Kárpátalján naponta átlagosan 12 koronavírusos fertőzött hal meg a szövődmények következtében. Voltak olyan napok, amikor a halottak száma elérte a 17 főt. Ezek a számok gondolkodásra kell, hogy késztessenek minket. Akárhányszor kimegyek a városba, azt látom, hogy mindenki maszk nélkül jár kell. Kritikus a helyzet. Ha nem fogjuk betartani az előírt óvintézkedéseket és szabályokat, és ha védőoltást sem adatjuk be magunknak, akkor sohasem fogjuk legyőzni a járványt. A napi újabb megbetegedések száma továbbra is magasabb, mint amivel meg tudnak birkózni a megye kórházai. A covidos intenzív osztályokon nincs szabad hely, az egészségügyi dolgozók pedig nem győzik a munkát. Az orvosok már lassan egy éve folyamatosan le vannak terhelve. Arra kényszerülünk, hogy naponta végignézzük az emberek haláltusáját. Hétfőn 3 halottunk volt. Elromlott a lift, és a lépcsőn kellett levinnünk őket a hullaházba. Ugyancsak előfordult, hogy valakit évfél körül hoztak be hozzánk, és már csak 60%-os volt a szaturációja. Az emberek többsége nagyon rossz állapotban kerül hozzánk. Az előrejelzések nem túl pozitívak. Az egészségügyi dolgozók felhívják a figyelmet arra, hogy most már a gyerekek között is több a beteg, a fiatalok pedig egyre nehezebben vészelik át a fertőzést. Emellett gyakoribbak lettek az újbóli megfertőződések, aminek a lefolyása sokkal súlyosabb. Több egészségügyi dolgozónk másodszor is megfertőződött. Láttam, hogyan viselték, amikor már egy heten nem ment le a lázuk 39 fok alá, holott fiatal, 30 éves emberekről van szó. Ezért ismét felszólítok mindenkit, hogy jelentkezzen a védőoltásra. A vörös besorolás számos korlátozással jár. Többek között tilos a közétkeztetési helyek, bevásárlóközpontok és a nem élelmiszert forgalmazó piacok munkája. A Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője elmondta, hogy a korlátozások betartását a rendfenntartó erők felügyelik. Folyamatosan figyelmeztetjük a vállalkozókat, hogy bár eddig nem alkalmaztuk a büntető törvénykönyv 325. cikkeit megyénkben, de mostantól már alkalmazni fogjuk. Ez 3 évig tartó szabadságvesztést és 51 000 hrivnyás pénzbírságot is jelenthet. Ez abban az esetben vonatkozik a vállalkozóra, ha megsérti a karanténra vonatkozó szabályokat, amivel veszélyezteti az intézményben tartózkodó emberek egészségét. Людей, яка знаходиться в тебе в ресторані, чи неважливо в ресторані, чи в клубі, чи в іншому закладі.
Kárpátalján kívül Ivano-Frankivsk, Zsitomir és Csernyivci megye is vörös besorolásba került. Ukrajnában kezdetét vette a koronavírusos fertőzés harmadik hulláma, amely a szakemberek előrejelzése szerint április végén tetőződhet. Ukrajnában két hete adták be az első koronavírus elleni oltást, azóta összesen mintegy 40 ezer orvos és katona kapta meg az injekciót. Az ukrán egészségügyi hatóságok azonban elégedetlenek a tempóval, és azt szeretnék, ha a mobil oltócsoportok legalább napi 10 ezer embert oltanának be. Jelenleg az AstraZeneca licenze alapján készült indiai Covishield nevű szert használják, a lakosság tömeges oltására azonban még várni kell. Miután az orvos megkapta a vakcinát, rövid ideig megfigyelés alatt van, utána visszatér a munkájához. Hogy önök is értsék, a legfontosabb feladatunk most beoltani minden egészségügyi dolgozót, hogy zavartalanul elláthassa feladatát, mondta korábban a Kárpátalja kormányzó helyettese. A Covishield mellett közben az ukrán kormány vészhelyzeti felhasználásra már engedélyezte a kínai Sinovac által gyártott Coronavac nevű szérumot is, amely március végére érkezhet meg az országba. Kijev ebből mintegy 2 millió adagot kötött le, első körben pedig 700 ezer adag érkezését várják. Közben napról napra nő az aktív fertőzöttek száma is Ukrajnában, amely ismét megközelíti a 200 ezret. Csak pénteken mintegy 13 ezer új beteget regisztráltak. Kárpátalján a 17 Covid kórház mindegyike túlterhelt, és folyamatosan új ágyakat kell felszerelni, emellett egyre több oxigénpalackra is szükség van. Az orvosok felelős magatartást várnak a lakosságtól. Az Ukrán Tudományos Akadémia prognózisa szerint Ukrajna a harmadik hullámban akár napi 40 ezer beteggel és 1000 halottal is számolhat. Ez pedig, mint fogalmaznak, nemzeti katasztrófához vezethet. Meghívtuk Jurij Jacinát a TV21 Ungvár stúdiójába, hogy részletes információt kapjunk tőle a megyei klinikai kórházban kialakult helyzetről. Az intézmény vezetője elmondta, hogy minél nagyobb a terhelés az intézményre, annál több probléma merül fel, amely azonnali megoldásra vár. Ilyen például a Covid osztályjá alakított új sebészeti részleg elektromos hálózata, amely nem bírta a nagy mennyiségű oxigénkoncentrátor és más elektronikus eszköz egyidejű használatát. Ezt sikerült megoldani, viszont felmerült egy másik probléma az egy éve telepített oxigéngenerátor munkáját illetően. Képzeljék el, hogy beindították az autójukat, és egy évig megállás nélkül járatják. Mi lesz vele? Hasonló a helyzet az oxigéngenerátorral is. Ha az intézmény normális üzemmódban üzemel, akkor ha nincs szükség az oxigénre, a generátor leáll. Ha szükség van rá, akkor a rendszer beindul. Jelenleg pedig mi a helyzet? Tegyük fel, ha a generátor nem produkálja a kellő koncentrációi oxigént, akkor automatikusan azokból az oxigénbalonokból veszi el azt a rendszer, amelyek kiegészítésként hozzá vannak kapcsolva. Innen is ered az a nagy mennyiségű oxigén felhasználás. Voltak olyan napok, hogy az oxigéngenerátor mellett további 35 ballon oxigént is felhasználtunk. Ami a kórház COVID osztályának oxigénellátását illeti, Jurij Jacina elmondta, hogy egyelőre nem kritikus a helyzet. A gond leggyakrabban a ballonokban tárolt oxigén időben történő utánpótlásával van. Azt kell mondjam, hogy jelenleg még nem volt olyan viszmajor helyzet, hogy elfogyott volna az oxigénünk. Ha esetleg előfordult volna olyan, hogy nem tudták leszállítani nekünk a ballonokat, akkor mi saját járművel mentünk utána, és biztosítottuk a folyamatos utánpótlást. Előfordult olyan is, hogy mi, az intézmények vezetői segítettünk egymásnak, megosztottuk egymással a feleslegünket, vagyis mi egymás között szabályozzuk ezt a kérdést. Az intézmény vezetője ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik tényezőre, ami befolyásolhatja a kórházak terheltségét. Ez pedig az, hogy az otthoni körülmények között kezelt koronavírusos betegeknél ritkán mérik a véroxigén szintet, és a hozzátartozók gyakran már csak akkor hívnak orvost, amikor látják, hogy a szerettük nehezen lélegzik.
Nincs mindenkinek véroxigén szint mérője, és ezért nem mérik a szaturációt. Mi azt mondjuk, ha a szaturáció alacsonyabb, mint 92%, akkor a beteg már oxigénellátásra szorul. Mivel nincs mindenkinek ilyen eszköze, ezért mikor fordulnak segítségért? Amikor már légszom lép fel. Vannak olyan esetek, amikor a mentősök éjjel hívnak fel bennünket, hogy olyan betegnél vannak, akinek 40%-os a szaturációja. Nálunk meg már nincs férőhely az intenzív osztályon. Behozzák, rákapcsoljuk az oxigénkoncentrátorra, de az ilyen alacsony véroxigén szintet már az intenzív osztályon sem tudjuk megfelelő szintre felvinni. Ezek a páciensek az esetek többségében már nem érik meg a reggelt. A megyei kórház igazgatója szerint jelenleg a koronavírusos betegek többségét otthon kezelik, és sok függ attól, hogy esetükben miként alakul a betegség lefolyása. Mert amennyiben súlyosbodni fog, akkor a hétvégére még tovább rosszabbodhat a helyzet, jelentette ki Juri Jacina. A beregszászi kórház kapacitása véges, és a főorvos úr, illetve a virusológus véleménye alapján azokat a lépéseket természetesen nem csak mind korlátozásokat vezettük be, hanem ezeknek a korlátozásoknak a betartását is ellenőriznünk kell. Ez pont azért van, hogy ha megfelelő lépésekbe tudunk haladni tovább, akkor húsvétra egy kicsit kiegyensúlyozottabb állapotba tudjunk kerülni. Nyilván senki nem szeretne olyan húsvétot, hogy vörös zónában maradjunk Kárpátalja, azzal együtt beregszászi kis térség is. Ezért a bevezetett korlátozásoknak megfelelően a közétkeztetési egységeink azok csak elszállításra dolgozhatnak, a fennakadás mentesen tudnak tovább dolgozni a benzinkutak, a patikák és az élelmiszer üzletek. Itt figyelembe kell venni azt, hogy ha egy üzlet, egy ABC komplex szolgáltatásokat nyújt, akkor az élelmiszerek azok meg kell, hogy haladják 60%-os telítettséget a többi áruhoz képest. Tehát ebben az esetben maradhatnak nyitva és tudnak dolgozni tovább. Mindenkinek nagyon nehéz ez a szakasz, és én azt gondolom, hogy ezt csak közös erővel tudjuk úgy felülbírálni, hogy ne legyünk még a vörös zónán is belül rossz statisztikai adatokkal. Most azt kell tudnunk, hogy az 1000 főre jutott egy betegeknek a száma az a beregszászi kis térségben duplája a vörös zóna alsó szintjének. Tehát azért, amikor hoz a bizottságunk néha olyan határozatot, hogy kicsit könnyítsünk, mert kommunikálunk, beszélgetünk emberekkel, és nyilván a beregszászi gazdaságnak lélegeznie kell és dolgoznia kellene mindennek, de a helyzet az szinte naponként változik, és a mai helyzet úgy néz ki, hogy a beregszászi kórház még lehet, hogy 20, lehet 30 beteget tud fogadni, többet nem. Nem csak arról van szó, hogy hány szabad ágy van a kórházunkban, hanem az, hogy a személyzet, a kórházi személyzet, az orvosok, a nővérek hogyan kerülnek ugyanúgy veszélyzónába, otthon izolációba, vagy esetleg betegek kívánnak, és nem tudják a funkciójukat ellátni. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ne omoljon össze az egészségügyi ellátás, és ezért kérek mindenkit, hogy a korlátozásokat vegye nagyon komolyan,